Üdvözlök mindenkit, én Szavik, azt mi láthatjátok, hogy Elder Scrolls 5. része a Skyrim. Folytatjuk akkor szépen tovább a kalandjainkat. Orsival, Tamriel, Skyrim egyik legnagyobb mágusával, ne lepődjön meg senki semmin. Lényeg a lényeg, ugye előző részben nem itt hagytuk abban, hanem azt mondtam, hogy elmegyünk ugye az utolsó Dragon Priest... Miért ezt nyomom? Tehát elmegyünk az utolsó Dragon Priesthez, és... Rossz gomb. És ezt is fogjuk majd tenni. Tehát lényeg a lényeg, hogy majd ide visszajövünk Forrelhouse-ba és megszerezzük az utolsó maszkot. Csak előtte ugye egy-két dolgot azért megteszünk. Na például az, hogy elkezdünk encsázgatni egy-két dolgot. Mert ugye szintet léptem, és ugye szeretnék azért tanulni dolgokat. Nézzük csak, van-e valami szétbontani való, de ezek szerint nincs, és rossz gombot nyomtam. Na. Illetve, hogyha már közben itt csináljuk a dolgokat, annyit... Tehát azt találtam ki, hogy az ében cuccokat, azokat mind felencsázzuk, elvegyünk Arkádiához, de azért közben azért csinálom. Várjatok már... Nem, rosszul csinálom. Na, szóval. Tehát, hogy felencsázzuk az összes ében cuccot, mégpedig apró lélekkövekből, és ezeket mind eladom Arkádiának. Az alkimista tanárnak. És azért, mert tanulni akarok nála alkémiát, tehát gyakorlatilag, ha jól emlékszem, akkor 10 szintet akarok nála lépni. Elvileg leteszteltem ugye, felvételen kívül, úgyhogy elvileg minden oké lesz. Hogyha én itt gyorsan mindenkit beencsázok, vagy hát majdnem, hát de igazából az összes ében cuccot be akarom encsázni. A fegyvereknek ugye a legjobb bát akarom kihozni, és ugye közben húzzuk a bűvölést is, az enchantingot is. Illetve akkor gondolkodtam, több mint valószínű, hogy tényleg most már ugye az lesz, hogyha meg lesznek a Dragon Priestek, meg lesz ugye a maszk, az összes, akkor utána fogjuk magunkat, és visszamegyünk a magas Rodgárra. Nem tettem rá az enchant, mi? Én most már rátettem. Tehát visszamegyünk magas Rodgárra, és ott a szürke szakállakat megkérem, hogy mondják el, hogy hol vannak a hatalomszavak. Mert kiszámoltam, körülbelül 29 darab szó van hátra, amit nem ismerek. Tehát hatalomszó. Vagy sárkányüvöltés, mindegy. És úgy vagyok vele, hogy szerintem szerezzük meg az összeset. Ami az alapjátékban benne van, ugye az összeset megpróbálom megszerezni. Mert összesen, jól emlékszem, akkor 30... Nem, összesen 60 darab szó van. Tehát, hogyha úgy nézzük, akkor 20 darab kiáltás van külön. Jó, akkor ezzel megvagyunk. Na, akkor ennek örömére fogom magamat, és akkor elmegyünk Fehérvágtába, ilyen lengén. Szépen, ügyesen. És a 49. és az 50. szinten is tanulok egy kis alkímiát, mert az alkímiámat is szeretném felhúzni. Annyira, hogy majd az alkímián belül majd megmutatom, hogy mit akarok csinálni. Tehát el akarom érni a kertész perket, mert a kertész perk az azt csinálja, hogyha leszedek egy növényt, vagy bármilyen olyan alkímiai alapanyagot ugye felszedek, akkor dupla annyit ad. Oké, igen, itt vagyunk Arkádiánál. Nél. No, szia. Szóval... Szeretnék alkimiai kiképzést ezen a szinten. 62-es vagyunk, 62-esek vagyunk, nagyon jó. Oké, akkor szintet lépünk egyet. Nyomunk egyet a varázserőre. Nagyon jó, és ezen az 50. szinten is tanulok nála mindjárt. Csak először... Eladjuk nála a cuccokat. Van 10 000 aranya, elvileg most annyit költött tettem el nála. Úgyhogy... Ja, meg ugye a több ilyen encsás dolgot is azért el fogom nála adni. Szóval, ez a fagyacél bucogány, ezt majd később, de először az ében cuccokat. 1800, akkor egy ében pollost. Meg akkor most még ezt így, és akkor maradt neki 5 aranya. Nagyon, és akkor elvileg... Ezen a szinten is tudok még 5-öt lépni, nagyon jó. Áraz 2000, akkor ezek szerint még 10 000 aranyat
kell visszafizetnem, vagy hát kéne neki visszafizetnie nékem. Ha nézzük meg, hogy jól matekoztam ki a dolgokat. 1, 2, 3, 4. Oké, na, és akkor nézzük csak ruházatok közül. Ugye ez marad, meg ez is marad. Ugye ez van rajtam, meg ez van rajtam. Kivétes illúzió Daedricus sisakja, meg a mesteri pusztításnak a köpenye. A mesteri pusztításos köpenyt azt eladhatom, mert az az enchant már ugye létezik nálam. És maradt neki 800 aranya. Hát akkor az a 800 arany az valószínűleg akkor nála marad. Kivéve, hogyha az egyebeknél nem tudok-e nála eladni semmit, ezek szerint, igen. Úgyhogy az a 800 arany az több mint valószínű, hogy nála marad, kivéve. Ja, hát igen, több mint valószínű, hogy... Hát most itt marad nálad. Jó, tehát... Néked is viszontlátás. Akkor most gyorsan visszaöltözünk. Kell ez, meg a köpenyem, meg a diadémem. Nagyon jó. És akkor ezzel így meg is vagyunk. Na, tehát a... Visszaöltöztem, jó. Tehát akkor a lényeg, hogy megvagyunk a tanulásokkal. Az addig úgy nagyon jó. Illetve akkor képzettségek. Na, tehát ugye azt mondtam, hogy az alkimiát is elkezdjük. No, úgyhogy van 13 pontom. Na, az alkimiát szépen elkezdjük akkor. Először is ide teszünk egy pontot. Ide a gyógyítóhoz mindenképpen kell raknom, hogy el tudjak indulni. Az általam készített italok, amik egészséget, varázslatot vagy erőlétet állítanak helyre, 21%-a erősebbek. Na, nézzük csak. Az általad készített italok jó tulajdonságú 25%-a erősebbek, az se rossz mondjuk. Megismerheted a hozzávaló első két hatását, ha elfogyasztod, az se rossz amúgy. Illetve gondolom, hogyha 3x3-as lenne, akkor ha elfogyasztok valamit, akkor annak minden egyes összetevőjét meg tudnám ismerni. Ami mondjuk nem lenne egy hülyeség. De nekem igazából erre van szükségem, már a kertészre, és pont megvan a 71-es alkémiám, úgyhogy ezen az útvonalon pont be tudunk menni. Csak ugye ahhoz az kell, hogy a méregkeveréshez kell elindulni. A méregkeverésen keresztül kell eljutni. Nem fog ugye amúgy csebégeket használni, de mindenképpen erre kell jönnöm, hogy a kertész meg legyen. És akkor két hozzávaló születelhetek a növényekből. Most azt nem tudom, hogy az adott növényt, hogyha leszületelem, akkor dupla annyit ad-e, vagy ad valami bónusz, de majd ezt mindjárt majd úgyis megnézzük. És akkor megnézzük még, hogy ez itt micsoda. Minden méreggel szemben 50% ellenállás. Mondjuk ez se lenne hülyeség. Mert azért mégiscsak egy olyan mágus vagyok, akinek azért nem árt a védelem. Minden negatív hatás eltávolításra kerül az általad készített italokból, és minden pozitív hatás eltávolításra kerül az általad készített mérgekből, tisztaság, de ezt nem fogom használni. Végis a 80-as szintre nem ártana felhúzni az alkimiát is, mert ez a kígyóvér se hülyeség abból a szempontból. Csak ahhoz, ahogy nézem, a kísérletezőt is ki kell pakolni, mert a méreg koncentrátum nem elég. Tehát ez csak akkor nyílik meg, hogyha ezen az úton elindultam. Jó, hát végülis képzettségpontom az van, dögivel. Úgyhogy szerintem csináljuk akkor egy első három hatás, igen. Az összes hatását, hogyha elfogyasztom, és a következő rang az meg 90-esen jön. Nem lehet, hogy az a problémája, hogy itt még nincsen rápakolva az összes? Valószínűleg. Még mindig nem nyílt meg. Még mindig nem nyílt meg. Lehet, hogy a kísérletező 3x3 kell majd neki. Vagy az alkímia 5x5. Az sincs kizárva. Na, de lényeg, hogy na, akkor közben alkimista is lettem. Alkimisták is lettünk, úgyhogy lényeg, hogy az általam készített italok és mérgek kétszer erősebbek lesznek. Jó, ennek itt az italok a lényeges ebből. Igen, meg ugye a jótevő, ami 25%-kal jobb tulajdonságot, igen. Megismertem az összes hozzávaló hatását, hogyha elfogyasztom. Igen, 3x3-nál majd az lesz, hogyha megeszek valamit. Például mutatom,
Ha egyáltalán van nálam olyan hozzávaló, de nincs is nálam hozzávaló, akkor megismertem az... Most jelenleg ott tartok, hogy az első kettő cuccot meg is... Nem, az első hármat megismerhetem, ha elfogyasztom. A negyediket ugye még nem. Jó, akkor ezzel most megvagyunk. Na, mi van még hátra? Mekkora súlyom? 37-es. Jó, akkor... Én szerintem megvan mindenem. Mindenünk. Úgyhogy, igen. Úgyhogy irány akkor ide-vissza. Egy pillanat, mindjárt megnézek még valamit. Hogy képzettségek ügyében hogy állunk. Ugye van kettő képzettségpontom. Az jó. Itt jelenleg úgy állunk, hogy kétkezes idézés az jó. Mondjuk az idézés annyira még nem fontos, de a pusztításnál azért fontos dolog, egy-kettő dolog. Például az, hogy a haladóra nem kellett volna rápakolnom, de most már ugye mindegy. Itt a kétkezes pusztítás kellene, hogy megtántorodik a célpont, ugye 40-es kellene, tehát még 6 szintet kéne lépnem a pusztításba, hogy megint olyan erőteljes legyek, mint régen. De majd szépen lassan. Na. De ugye van két képzettségpontom, úgyhogy most ez jó, hogy félre van rakva. Na, akkor nem is húzom az időt, jó? Megyünk akkor ide-vissza. És akkor megszerezzük az utolsó... Na, pont itt van. Tehát 1, 2, 3, 4, 5... Ja, azt hiszem 8 volt ott? Ja. 8 maszk. Jó. Elvileg akkor itt vagyunk, akkor mentek is egyet. És akkor itt lesz elvileg egy mellékküldetés is, pluszba. You there, hold! If you're a true friend to Skyrim, you will help me in my mission. Miféle The küldetés? general has sent me to obtain a powerful weapon for the war effort. This was the last great bastion of the dragon cult, and their leader's mask was reported to be quite powerful. Igen, mit tudsz erről elmondani? It seems that after the strength of the cult was broken in the dragon war, a last contingent came here to create a stronghold and regroup. King Harald's forces crushed stragglers here during the first era, and it has been haunted ever since. But the specifics of the siege are unclear. Jó, szektáról mit tudsz elmondani? The first men to arrive from Atmora, and they worship certain animals as avatars of the gods, dragons being foremost. And for their bloody sacrifices, the dragons gifted their priests with terrible power. But their cruelty was too great for men to bear, and they rose up in what would be called the Dragon War, and the cult swept from the land. Jó, ha segítene az ügyön. The research I've done seems to indicate that Skorm Snowstrider left part of his journal here after laying siege. I believe it should indicate how to enter the blocked off sections of the stronghold. A Sárkány Kultusz Ostroma című küldetés. I should warn you, Coral Host is quite haunted, but I'm sure you can handle it. Return to me here once you've obtained the staff. Jó. Na elvileg ő most kinyitotta nekem az erődöt, az erődnek a kapuját, tehát tudtommal nélküle nem nagyon lehet bejutni. Kéve, hogyha kilopott tőle a kulcsot, vagy ugye megölöd. De én a másik kettő ugye nem vagyok, én inkább a beszédes orkasszony vagyok. Na. Ó, vanyek, egy dolgot nem csináltam meg. Bocsánat, bocsánat, vissza az akadémiára. Nem, nem, az fontos. Egyetlen egy dolgot nem csináltam meg. És az tényleg, az kell. Vissza az akadémiára. Mert van nekem egy ébenhús nevezetű varázslatom, amit szeretnék megtanulni. Amit már régóta tudhatnék, csak ugye nem használom, mert valamiért sose jutottam el arra pontra, hogy nálam legyen. És ahhoz nekem elvileg Toldirf bácsi kell. Valószínűsíthetően igen. Toldirf. Ez volt az én szobám, igen. Csak ugye most kérdés az mindig, hogy hol van. Itt vagy, jó, hello. Ja, amúgy igen, tényleg megtaláltam közben izédet, a lepárlódat. Jó. Ja, eladó cucc. Ó, megkaptam a prólélek követ, köszi.
Ez pont jól jött, igen, egy könyvet akarok, ami azt jelenti, hogy nekem kell az ében hús. 100 ponttal növeli a varázsló páncélnak védőértékét 60 másodpercig. Na nekem ez kell. És elvileg még nálam van ez a maszk, ez a deidrikus sisak, úgyhogy pont vissza is kapom a pénzemet. Ez 7-es tömeg, ez 0,5-ös tömeg. Á, föl kellett volna venni. De mondjuk nem, mert igazából 56, tehát annyira nem lényeges. Jó, köszi. És akkor ezt meg akarom tanulni, mert ez fontos. Ében hús. Jó, és akkor ezt be is teszem a mágiába. Mi volt ez? Ez illúzió volt. Nem, ez átváltozás volt. És akkor a vas húst, azt akkor már nem favorizáljuk, mert ez csak beavatott szintű. Ében hús meg szakértő szintű. Nagyon jó. És akkor nekem kell a Q betű. És akkor az ében hús volt a... vagy hát lesz a 9-es? Nem, a 8-as. Jó. Like it or not, you are a shining example for regional college majors. Jó, elvileg most már az ében hús van rajtam. Ez az. Úgyhogy erre azért szükség van. Na. Tehát azért 100 pont, azért 100 pont. Meg azért azt nézzük azt is, hogy azért itt az átváltozásban azért nekem ez ki van rakva. Ez a része. Tehát, hogy háromszor olyan erősek, ha nem viselek páncét. És mivel nincs rajtam páncél, ezért akkor nem 100-as az armorom most, hanem akkor elvileg 300-as. Ó, basszus. Menj! És megint nem működik a jobb klikkem. Tényleg le kéne cserélni más az egeret. Na, jön a sárkány, jön. Ez tűz sárkány, ugye? Ja. De gyorsan mentünk egyet. Az jó mondjuk, hogyha így haladunk. Na végén még megint szintet lépek. Jó, kell egy kis nyugodtság. Elfogyott a marám, ja. Jó. Mentünk egyet. Hát ne haragudj. De te kötöttél belém. Jó. Megvan akkor sárkány lélek, de hogyha már itt tartok, akkor gyorsan, akkor kipakolok. Így né. Na, akkor nem kell mások, hogy a pusztításom is meglegyem. Na, akkor ide kipakoljuk ezeket a dolgokat. Mert ugye nincsen szükségem. Igazából erre sincs. Meg erre sincs. De ugye ezekre meg főleg most nincsen szükség. Főleg, hogy sok a súlya. Na. És akkor most már tényleg megyünk Dragon Priestezni. És már nem szórakozunk ezzel. Ében hús is megvan, illúzió is megvan, ugye, meg minden egyéb nyalánkság, ami ugye szükségeltetik. Hát most annyi, hogy ott lesz lent egy sárkány. Mi az? Test. Na, akkor szépen oda-vissza.
akkor menjünk, keressük meg az utolsót. Ezen a verőfényes napsütésen. No. 50-es szint. Azért már nem rossz. Tényleg, amúgy hogy állunk? 38-as a pusztítás. Ja. Na. Akkor mentünk egyet, és akkor haladjunk szépen. Na, vidni, beillúziózom magamat. Sárkány kultista. Ó, hogy te ellenfél vagy. Bocsánat, nem tudtam. Nem. Igen. Jó, ezeknek is szerintem a sisakja lesz az, amit elviszek csak. Meg a nyílvesszőkben. Mondjuk a nyílvesszőket sem tudom, hogy miért viszem el. Jó. Ó, bölcsikok. Meg akkor itt is. Ó, meg egy... Nem, az egészséges itókát akartam, nem a vászony... Ó! Páré. Kis csapda. Kis meglepődött csapda. Nem. Na, szintet léptem közbe. Jó, a nyilvessző az ugye jöhet, meg az ektoplazma, meg a sisakotok. Nem, nem éri meg. Na, neked meg sisakot sem volt. Amúgy nem rossz a szettjük. Tehát... Nem néz ki rosszul, üres a láda. Jó, amint 40-es lesz a pusztításom, én szintet fogok lépni. Mert kell a megtorpantás, a meghátrálás. A feltartóztatás. Arra kéne amúgy szerintem menni. Jó. De ugye szép lassan haladunk. Pontosan ezért. Bocsi, de közben csuklok. A C-sisak 5/125 az jöhet. Ó! Egy erszény. Egy újon szintű láda. Ó, VR elementál idézése. Nem rossz. Jó, akkor haladhatunk tovább. Ó, banyek. Ezzel most megint átjutni. Mondjuk annyira nem vészes. Nem, ezek közül egyik se. Szem lehet kikapcsolni? Hát, hogyha ki is lehet, akkor nem itt lehet. Nem itt van a kapcsolója. Jó, a többi az marad. Szerintem itt lesz valami szellemecske. Inkább átváltok harci szituációra. Ezért nem lesz jó. Nem. Ezért nagyon nem jó. Na, le kell idéznem a dramúrát. És tudja, hogy a csapda előtt mentettem. Ja. Na, nézzük. Igen, egyszer. Kétszer. Ugye, ezeket akkor visszaveszem. Ja, le kell idéznem a dramúrát. Le kell őket foglalni.
14-nél. Püff! Azaz. Na ugye, megy ez, hogyha nagyon kell. Na, kell ez. Ez is kell. Meg a sisak. Ektoplazma, többi nem. Na, nézzük akkor, vérengző gomba. Aha, jó, duplát ad belőle. A kertész, nagyon jó. Flamerfül. Tűzsó. Jó. Mi? Hójáró Skorm naplója. Hát ezt most nem olvasom föl, jó? Mert oké, szerintem most a küldetéshez hozzá tesz. De... majd ezt akkor fogom elolvasni, amikor vágom a videót. Ja, mondjuk ez... ja, ez mellékküldetés volt, jó? Akkor még jó, hogy megtaláltam. Tanítvány szintű ládi. Nagyon jó. Itt akkor semmi más. Mi volt ez? Ja, lejárt az ideje. Ja, igen, szintlépés. Igen, varázserőt növelünk. Jó, és akkor pusztítás, mivel most már 40-es, ezért kell nekem a becsapódás. És akkor így megint az van, hogy kétkezes varázslat használatkor erőteljesebb a cucc. Itt hogy állunk? Idéző. Hát az a helyzet, hogy mindenképpen el kell ide jönnöm. Úgyhogy... azt tudni kell, hogy a Dremur az nem elementál, meg nem is nekró lény. Tehát nem élő holt. Nem élő holt, se elementál. Úgyhogy ez, rá nem vonatkoznak ezek a bónuszok. Na nézzük. 40-es a nekró, sötét lélek. Most azon gondolkodok, hogy most igazán melyik úton menjek ugye el az Iker lelkekig. Mert ugye, hogyha ezen az útvonalon jövök, akkor itt 3 pontot kell elköltenem, hogy itt végig tudjak menni. Ezen meg csak 2-t, de értitek, tehát nekromanciát nem szoktam alkalmazni, sőt, egyáltalán nem szoktam alkalmazni. Elementálokat meg lehet, de mióta megvan a Dremórám, azóta igazából egyiket sem használom. De mondjuk ez annyira nem hülyeség. Tehát, hogy messzebbre tudom idézgetni a dolgokat. Mert ez például 6 izére a Dremórára. Érdekesség, hogy ez például 6, pedig oda van írva, hogy elementálok és élő halottak. De utána olvastam, interneten azt mondják, meg valahogy én is azt tettem észre, hogy a Dremura az nem élő holt. Tehát ez egy külön kategória. Tehát ez egy démon. Na, akárhogy nézzük. Na, kell húzni az idézést is. Ez az. Puff! Ja, te is lezúztad a sajátodat? Helyes. Nagyon ügyes vagy. Na nézzük. De baszki, az üres. Ne kattoljak már bele, ami üres. Ez is üres. Az is. Na, hát most itt semmi érték nem lesz. Ezek szerint de. 3 arany. Hát jó, végülis az is valami. Ja, hogy méreg? Várjátok, akkor... ja, oké, azért mondom, tehát van itt azért valami. Csak észre kéne venni. Ennyi, ilyen gyenge méreg van itt, aztán kész, kifújt. Hát ezek szerint... kard, balzsamozó... Dremórának lejárt az ideje. Jó. Hát végülis egy urna. Jó, akkor közben mentünk egyet. Meg ugye haladunk tovább lassan, de biztosan. Nem futunk előre, mint az idióták.
Hát... Szó-szó, most nem tudom amúgy merre kéne menni. Jó, egyelőre még nem kötünk bele senkibe, jó? Egyelőre megnézzük, hogy errefele mi van. De valószínű, hogy errefelé semmi nincsen. Vagy hát abból a szempontból semmi nincsen, hogy itt már nincsen továbbvezető út. És ez megint egy üres úr, nem tudom miért nézek bele. Jó. Ez egy beavatott szintű láda. Basszus. Mondjuk a az árnyításom se rossz. Mondjuk a árnyításos perkek tipikusan olyanok, hogy szerintem fölösleges. Na várja. Hát jó, végülis a törpkesztyű is jöhet, meg a... Á, jó, elteszek mindent, aztán ne felejtsem el, hogyha nagy a súlyom, akkor a buzogány dobjam ki. Talán nem felejtem el. Na menj! Amúgy is kellenek a pontok az idézésbe is. Várja, közül buffolom magam. Tök azt láttam, mint hogyha itt alulról jött volna valaki. Na, nézzük. Hajlékony ős északi? Az igen. Micsoda értékek vannak nálatok. Lehet, hogy már az előzőeknél is volt. Csak nem figyeltem. De akkor szerint az íjakat is érdemes most már figyelni. Mert értékes dolog lehet. Hát veled mi történt? Miért vagy a... Hát ezt nem akartam fölvenni, de most már mindegy. Ó, vasérc. Nagyon jó. Jó, nyilvesszük. Ó, igen, öntecs. Aranyérc. Meg egy kis arany. Meg egy kis fa. Harci csatabárdok, igen. Sima íjak. Meg egy kis pénz. Jó, mentünk egyet, aztán ha... Oda az arcodba bele. De ne gyere rám. Pü. Na, pü. Úgy. Két ős északi karddal jött volna. Dualwild. Ezek szerint. Valaki észrevett. Vagy te látsz engem? Nincs kizárva. Teherbírás elixírja. Nem rossz, nem rossz. Ó! Instant. Majdnem instant, de jöhet. Á, gondolom ebbe kaja van. Meg ebbe só. Paradicsom. Igen. Jó, ebbe biztosan már csak kaja van. Nem nézem át az összeset. Marék só, oké. Alkimiai alapanyag. Nem úgy megy ám az. Aha, túl nagy itt a tér, hogyha mentünk egyet. Meg is borult a dremórám. Aha. Nem, nem. Nincs 20 rodá. Annyi. Már egy kicsit? Kell nekem egy helyreállítás. Tudok olyat csinálni, hogy mások gyógyítása? Nem. Aj. Mert ugye a helyreállítást is húzni kéne. Ugye a restoration-t. Mert az most nagyon-nagyon nem megy a restoration amúgy fölfele. Úgy jó ideje már. Jó, mondjuk nyilván nem megy föl a restoration, hogyha nem használom. De hát ugye hogy használjam, hogyha... Ezt se találnak. Vagy hát ugye úgy játszom, hogy... Nem nagyon tudnak kárt tenni bennem. Az jöhet, jöhet. Az nem kell. Az jöhet.
Ez az egy szem arany is. Amit innen az asztalról vertetek le. Oké. Okay. Kis lélekkő. Ó, tényleg, hát basszus! Elfelejtem a lelekeket elszívni. Vagy hát ellopni, elraktározni. De hülye vagyok. Jó, mindegy, majd utána nézzünk. Aha, ez itt egy csapda. Mínusz egy kulcs. Jó, megvan. Jó. Voltak benne jó cuccok. Ez itt mi lehet? Ez vajon mit aktiválhat? Aha. Szegényem. Jó, haladjunk akkor tovább. Várjál, csapda. De nem akartam a birodalmi pajzsot fölvenni, de most már mindegy. Én csak a csontvelőt akartam volna. Mondjuk az jöhet. Aha. Hi! Bocsi, de cserélünk. Ja, rálépett a csapdára. Már egy kicsit? De ne gyere ide. Te basszus! Meg ne öld. Már egy kicsit. Nem vagyok kész. Menj odébb. Jó, oké, megölheted. Vagy megölöm én. Kitalálom, nincs nálam elég nagy lélekkő. Ó, ében pajzs az őet. Meg a bárd is. Meg a csontvelő, meg... Hát igazából akkor mindegy. Mi mindegy? Mondom, akkor minden. Na. Egyszerűen meg tudok beszélni. Mondjuk azt már nagyon sokszor... nagyon régóta mondom. Arra kell amúgy tovább menni? Vagy erre? Nézzünk egy térképet. Hát ebből nem sok minden derül ki. Picit menj odébb, köszi. Na és lehet, hogy zárva van. Nem. Vissza. Erre kell akkor jönni. Nem, visszamegyünk. Mert akkor ott valamit kinyitottam. Ott az szerintem valami titkos cuci lehet. Ja nem, rövidítés, bocs, oké, megvagyunk. Oké, már mindent értek, jó. Bocsi. Nem tűnt fel, hogy körbejöttünk. Jó. Kell egy-két buff. Szia! Köszi az aranyat. Mentünk egyet, meg tüsszenteni fogok amúgy mindjárt. Bocsánat! Jaj. Nem jó, sok a HP-ja. Valakivel kell tankoltatni. Pü? De erősebben, úgy. Na, megy ez, látod? De ne gyere már rám. Szóval. Igen, meg a sisak, jó. Ó, banyek! Jaj, ne! Ó, basszus. Ez hosszú lesz. Na, itt annyi a lényeg, emlékeim szerint arra kell menni. Elvileg, arra kell menni. Viszont, itt van egy mellékes szál. Hoppá. Tehát most várjál. Basszus, és merre kell menni amúgy? Mert tudom, hogy két irány, mert is mind a kettő irány amúgy hosszú, és nem csatolnak, tehát nem csatlakoznak egymásba később.
Mióta tudja a fene. Na jó. Ide. Ez egy master szintű ajtó. Ami az valahol van kulcs. De elvileg ki tudom nyitni. Ha elég ügyes vagyok. Egy buzogány. Úgyhogy mentünk egyet. Mégis van 50 valahány kulcsom. Ja, van 59 kulcsom. Jó, ez közép az nem nyert. Elindulunk akkor balra. Vagy balra. Azt sem tudom már melyik a bal kezem. Jó, itt jobb oldalt, ahogy nézem, nem nagyon nyert. És most megyünk balra. Aha. Jó, találni talál. Oké, még följebb kell egy picit. Valahol itt talán. Majdnem. Jó, eddig 10 kulcsom bánja. Picit lejjebb. Azaz. Na, mentünk egyet. Aha. Ó, basszus. Francba? Nincs vízlégzésem. Áj. Nincs vízlégzés varázslatom, amivel tudnék lélegezni a víz alatt. Fenébe. Na mindegy, akkor ezt fizikai módon oldjuk meg. Ezt nem lehet felvenni. Ezek szerint nem. Oké. Okay. Jó, nem mint hogyha olyan nagy táv lenne itt, tehát hogy ne tudná az ember megcsinálni. Vagy hát az orkasszony, bocsánat. Meg amúgy jó lenne sunyiba menni. Aha. Sivittuk. Azoknak a lelkei azért jó jönnének. Úgyis apró lelkek. Jó kis apró kis lelkek. Az anyádat. Mellé. Oké, na állj egy picit. Nem, rossz gomb. Na. Jó, kellenek a lelkek, bocsi srácok, na. Tehát... Ja, bocsi, nem mondtam, a lelked az egyéb. Ja, igen. Klasszikus mondatokat azért ne hagyjuk már el. Na várjál, E3-at... igen, 2. Hol a harmadik? Mindegy. Arany. Basszus, nincs nám csákja. Francba. Meg higany. Meg pók. Mondjuk az nem kell csákja. Csákány. Csákja. Csákje. Csáknó. Csákja. Csákány. Ja, inkább csákány. Ja, maradjunk a csákánynál. A csákja az kicsit más. Vedd már föl a gombát. Istenem. Szórakozunk itt. Jó. Erről jöttem? Nem. Erre megyek. Jó, akkor megint. Nagy levegő. Mészáros hal pete. Jó lesz ez a kertész. Majd tudom majd húzni az alkémiát, amikor 75-ösre felrántottam. És akkor... Talán könnyebben érem el a 80-as, 90-es szintet az alkímiába. A 100-as az nem is tudom, hogy mit csinál. Ja, de ja, olvastuk, hogy mit csinál, jó. Az én szempontomból annyira nem fontos. Oké, okay. A kivonulás.
85-ös Aiza Restoration. Mondjuk a Restorationnél is kéne 5 pont, és akkor a Master szintű varázslatot fel tudnám venni. Ja, amúgy visszatérve Master szintű varázslatok megtanulására, valószínűleg azt majd tehát valószínűleg majd azt a sorozatnak a legvégén fogjuk megcsinálni. Tehát majd a kiáltások megszerzése után, hogyha meg lesz az összes kiáltásom, az összes hatalom szó és kiáltás, tehát igazából egy és ugyanarról a dologról beszélek, akkor majd utána. A DLC-kkel meg majd meglátjuk, hogy hogyan lesz, miként lesz, hogy tudom megoldani, hogy a magyar felirat is, meg a DLC-k is ne üssék ki egymást. Mert egyelőre még nem jöttem rá, de dolgozom az ügyön. Aztán lehet, hogy nem fog semmire se jutni. Aha, ez ismerős, aha. Hát arra nem nagyon szabadna rálépni. Pontosan ezért, mert ha súly van rajta, akkor felhúzza. Ez nem hat bele. Kár, hogy ilyen keveset sebzek. Pont időbe. Jó van. Ne gyere ide! Ne gyere ide! Passzus! Ezt hogy nem vettem fel? Várja, mert valaki fuszrodázni akart. Ez az hol ment a lifta. Menj, tank! De ne gyere ide! Tankold le! Jó, cső. De ne csináld ezt, Dremóra! Hát itt az ellenfél. Gyere már! Segíts már! Köszi! Na. Futkározol itt össze-vissza, hülye. Ébennyíl? Na! Most már ott tartunk, hogy ébennyílak vannak. Na mondjuk, ja, mondjuk 50-es szint után most már az illedelmes. Hogy az ellenfelek is ében cuccokkal futkorásszanak. Nagyon jó, meg ében íjakkal, nagyon jó, ezek már értékek. Meg ében pallos. Na ezek már jók, ezek már tetszetősek. Ja, közben azért nem ártana menteni. Aha, erre kell tovább menni. Azt nem kellett volna fölvenni, most már mindegy. Azt se kellett volna fölvenni, de most már mindegy. Valamiért kapkodok, nem tudom, hogy miért. Miért kapkodok? Tökre ráérünk. Azt hiszem. Azt te ki tudja. Mennyi az idő? Most bocsánat, de... mégis ráérünk, úgyhogy nem tudom, mit kapkodok. Ében buzogány, az igen. Ez is jöhet. Igen. Ja, bőrcsizma, igen. Ez is jöhet, jó. Na akkor mielőtt még ide bemegyünk, fogom magam. Azt... mi volt ez? Ja, fogom magamat és visszamegyünk. Blab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 l
Igen, vagy sejtettem, hogy... hogy a baloldali irány lesz az, ami egy mellékes dologhoz... Most mi van? Akkor ez a fő út? Jó, akkor teljesen hülye vagyok. A számításaim azok nagyon pontosak. Annyira rá tudok érezni, hogy hova kell állni.
Na, hova kell menni? Hol a járat? Erre van. Oké. Okay. Futi, futi. Jó, akkor igen, tehát a baloldali irány a jó irány. A jobb oldali meg valami mellékes. Mindjárt megnézzük, hogy mitű mellékes. Hát ezt nem hiszem el. Olyátok ekkor a szerencsétlen. Jó, inkább átfutok. Ennyi, kész. Át vagyok futva. Által vagyok futva. Na nézzük. Jó, sehol semmi. Azt hittem, hogy valaki fölkelt, de nem. Úgy hallatszott, mint hogyha valaki keldegélt volna, de mégse. Csak beképzeltem. Na, idézésem 40-es. Nagyon jó. De ne gyere ide, hát... Tankód le! Ennyi. Pff. Jó estét! Négy-né. Te meg kéne nézem ezeket a lelkeket, ezeket a sárkány lelkeket, hogy azok vajon... azok milyen szintűek? Ja, túloldalra van eltollaszolva. Oké, bocsánat. De üres. Hát oda van írva, hogy üres. Miért nézek bele? Várjál! Ne! Pillanat. Elvileg rányomtam. Sem mondott, hogy jön még egy. Nincs elég nagy lélekkövem. Fogd le! Ne. Tudom, mit akarsz írni, tudom. Ne írd le. Oké, jó. Te neked beszélek, néző. Igen, pontosan neked. Igen. Tudom, hogy nem ismerjük egymást, igen, de ne. Hidd el. Tudom, mit akarsz írni. Legalábbis sejtem. És tisztában vagyok vele. Segítenél? Köszönöm. Jó, nincs elég nagy lélekkövem. Tehát ezek szerint ezek nem apró lélekkövekből épülnek fel. Sajnos. Pöp. Na. Póktojás. Csak így, hordóba. Lépes méz. Mi a fene? Jó, gyors kilútolok itt, azt utána megyünk tovább. Elpuzogány, igen. Arany, igen. Az üres. Az el van tollaszolva. Erre megyünk tovább. De előtte mentünk egyet. Meg azért nem ártana, hogyha... hogyha felbuffolnám magam. Aj, menj odébb. Nem így gondoltam. Van ügyesvem, tudsz mozogni. Nem, a nyughatatlant akarom majd lelkezni. Meg ne öld! Most ezt miért kellett? Kellett volna a lelke amúgy. Már bocs. Értem, hogy segíteni akarsz, de egy kicsit néha fog vissza magad, jó? Ó, túl sok a cuccom. Észre se vettem, hogy már megint mindent összeszedek. Ez marra... Jó, nem kell. Meg ez se.
A többi... Ezt miért vettem föl? Jó, így né. Úgyhogy nézzünk körbe. Üres. Na, ebben van egy kis arany. Ne gyere ide, nyugodjál meg, jó? Miért mindig rám jössz? Tehát értem én, hogy én vagyok az idéződ, de egy kicsit hagyj egy kis lélegzetvételnyi helyet. Mert ez így nem lesz jó. Még azt a Mánikát se értem, hogy így leidézem, ott az ellenfél és visszafut hozzám. Miért? Miért fut hozzám vissza? Azért idézem le, hogy ő védjen meg engem, nem én őt. Da. Na jó, az illúzió legalább növekedett. Ja, bocs, nem téged akartalak. Pü! Úgy. Nagyon jó. De ez üres, na nézzek már bele. Hát... Nem. Annyira nem éri meg. Túl nagy a súlya, 22-es. És most már nagyon meg kell gondolom, hogy mit viszek magammal. Aha. Maradj itt, jó? Ne gyere utánam. Be fogja aktiválni a csapdát. Ami nem jó. Jó, így már jó. Szóval. Igen, ez jöhet. Ez nem kell. Ez jöhet. Ja, a 14-es ötömege. Ez kicsit sok. De csak egy picit sok. Nem nagyon. De pont annyira, hogy ne vigyem magammal. Ó, itt a draug. Elmondjuk, ennek a lelke kellett volna. Csapda. Hibátlan gránátkő. Ez mi ez? Ja, egy urna. Nem tudtam elképzelni, mondom, mi a fene ez. Hirtelen. A csapda érzésem van, nem tudom, olyan fura. De nem akarsz odébb menni? Na, a lelked az enyém, ez az. Hát ott megy ez. Nem kell. Csontvelő az jöhet. Jó, mentünk egyet. Amúgy szerintem ez az útvonal ez azért kell, mert ezen az útvonalnak a legvégén találod meg a kulcsot. Tehát azt nem veszem le. Már láttam, hogy ott vannak a méregizék, méregfúvókák. Ja. Sejtettem. Az ott marad, az nagyon ott marad, mert erre fele jövök, és... Jó. Át vagyok jutva. Az meg ott egy májkus csapda. Wow! Végtüskabot. Arany. Jó, ezeket... Hello! Jó, az is berobbant, helyes. Jó, király. Na, ennek örömére mentünk egyet. De valahol még van egy. Ne, várj egy kicsit. Oké, mehet. De
Nem akarod leütni? Menj már! Köszönöm! Wow! Sárkány vért kesztyű! Nem a sárkány cuccokat is dobál a játék? Az igen. Jó, ez utánam fog jönni, úgyhogy... Jobb lesz, hogyha gyorsan ezt elintézzük. Mert itt problémát okozna nekem. Nem. Túl nehéz. Túl nehéz, és annyira nem éri meg. Nem éri meg az a 22 per 330... 380 valamennyi, nem. Vattu, nem. Jó. De mondom, hogy amúgy rohadt hosszú ez a rész. Basszus, master szintű láda? Mire föl master szintű láda? Na nézzük. De ahhoz képest megtaláltam, hogy hol van a kutya elásva. Aha, jó. Na, mi van? Az előbb még itt volt. Most én vagyok a hülye? Jó. Igen, egy picit én vagyok a hülye, mert valahol itt van. Na jó. Kicsit lejjebb? Nem. Akkor följebb. Jó. Tehát itt meg itt nem jó. Na, valahol ott. Valahol itt van. És kétszer ugyanúgy megcsináltam egymás után. De ajánlom, hogy valami jó cucc legyen benne. Ha már ennyit szenvedek itt vele. Öcsém. Na végre. Ne, tudom, hogy nem érte meg, tudom, jó? Tudom. Hát ezt nem hiszem el. Kicsit hadd buffoljam már fenn magamat. Mi van itt, osztálytalálkozó? Jó, nyugodtan, draug, megvan. Tudjátok mit? Ennyi. Nem kell itt szórakozni. Mondjuk ma. Nem. De várja, volt nálad pénz, nem? Ja, volt. Ja, volt! Nem. Pénz az üvet. Na, most már tényleg már csak pénzt szedek, hogy most már az ében cuccok se érdekelnek, mert tényleg nincs helyem. Már csak 19 helyem van. Ami nem sok, de legalább kevés. Lehet átkínálnom tűzvarázsolni, nem, mondjuk tűzvarázsolni nem kéne átállni, mert... Most egy... Hát mondjuk a tömeg van, akkor érdemes tűzvarázsónak lenni. Amúgy meg... Amúgy maradok a villámnál. Ilyen egy-két ellenfélnél, háromnál azért... Jó, nekem így is jó! Ez kicsit mellé ment, barátom. Árja? Oké, mehet. És mellé lőttem. Ennyire. Ezek szerint. Várja, kicsit. Jó, ledaráltunk mindenkit. Helyes.
Na, jöhet a lootolás. Ah, pedig olyan jók lennének ezek az ében cuccok. Nem. Standard amulettje. Hm, érdekes. Hogy van az nálad? Standard amulettje. Kilútoltam itt ezeket már? Ja. Rak már a kezedet. Ah, vasötet. Hát mondjuk, de mondjuk az kell. Az nem a súlya miatt kell, hanem az alapanyag miatt. Ne lépjél rá! Ezek a mai dremórák. Hát itt van a másik. Hello. Egy kicsit... Elfcsizma, az mondjuk jöhet. Kicsit túl közel voltam hozzád, tudom. De basszus, ez mennyire hosszú már ez a dungeon? Jó, mondjuk főleg akkor, hogyha... Nem, így. És ezért nem fogok izét hozni. Dremórát, még egyet. Fölösleges. Ezt egyedül is ledarálom, ezt nem kell letankoltatni. Jaj. Hát ez szerintem nyughatatlan. Nem, rossz gomb. Nem, ez egy Dreadlord! Nem, ez egy Dreadlord. Haver, gondold át! Nagyon gondold át! Basz meg. Beaktiváltam a csapdát! Igen. Nem. Fuck. Te nem utogassál, mert rászoksz a lopásra. Jó lenne ezt innen kilökni, hogy ne itt a tömegbe legyen, de mindegy. Itt a tömeg sírba. Próbálj meg nem rálépni, jó? Fekete lélekkő, nagyon jó. Akkor egyik Dreadlordot el tudom tenni a... Mi van? Mit akarok mondani? Ja igen, tehát hogy az egyik Dreadlordnak a lelkét el tudom raktározni. Halál úr. Csapda. Mentés. Meg gondoltam, hogy rálépsz. Még egy csapda. Légy szíves, ne lépjél rá, jó? Ne lépjél rá! Beszélhetek én ezeknek? Basszus! Nem! Várj egy picit! Jó, tűz! Fire in the hole! Ja, mondjuk így a dremórámat is megöltem, de most már mindegy. Amikor kikelt a sírjából, akkor jutott eszembe, hogy basszus, itt három Dreadlord lesz. Így hirtelen megcsapott az emlék. Hogy nem, oda nem, oda az, hogy innen most azonnal kell kifutni. De várja, három volt. Itt volt egy, kettő, hol a harmadik? Hát tudja a franc, na mindegy. Vagy előkerül, vagy nem. Na, és itt van a kulcs. A kult kulcsa. Ezért jöttem. Amit már amúgy is kinyitottam, de mindegy.
arany. Ó, itt van. Ideig elröpült. Szegényem. Ó, közönséges lélekkő. Az nem rossz. Meg emlékeim szerint az itt vannak értékek, szóval az jó lenne körbenézni. Igen. Jó, még elfér. Nagyon jó. Jó, oda átugri. Mert itt van ládi. Nem. Az a buzogány, az nem kell. Várjál! Bocsi, bocsi. Aha. Tudtam én, hogy itt a lépcső alatt van valami turpisság? Ó, basszus. Hát ez jó lesz. Ajajajaj. Jó, oké, megvagyunk, jó. Hó, jó. Megvan. Megoldottuk. És remélem, hogy csak azért sétálok lassan, mert bekaptam a fagyit. Szerintem igen. Na, akkor futi vissza! Most, hogy ezzel megvagyunk. Jaj, várjál. De Szóvi, miért állsz meg? Miért állok meg? Nem kell megállni. Így átfut, az kész. Itt szórakozok én, itt túl bonyolítom, túl gondolom. Nem kell túl gondolni. Fogom magamat, az kész, az átfutok. És ennyi. Ennyi kell, ennyi, kész, vége. Ennyi a nagy történet. Meg itt mentek egyet, mert hogyha megint megpusztulok valami hülyeség miatt, akkor ne kelljen már megint átfutni ott. Ez kész, azt itt vagyunk, na. A reflektóriumban, vagy mi ez? Vagy refektóri... Hogy kezd kimondani? Egy. Kettő. Három. Négy. Jó. De milyen hosszú már ez a dungeon? Fú, basszis, ez nagyon hosszú lesz. Aj, Istenem. Aj, srácok, lányok. Mert hol tartunk? Hány óránál? Ja, már érzem magam, hogy fáradok, úgyhogy... Ne haragudjatok, bocsi, de ezt majd folytatjuk, jó? Mert nem. Tehát én is érzem magam, hogy kezdek fáradni. Meg én is akarok túl hosszú videót csinálni, tehát már így is egy óránál túl vagyunk. És kicsit pihenni kell. Úgyhogy, srácok, lányok, bocsi, de innen fogjuk akkor folytatni, jó? És akkor a következő részben, hát remélem megszerezzük azt a maszkot, és akkor utána el tudunk menni labirintiánba, és akkor az összes maszk, hát az összes maszkot majd el kell vinnem a labirintiánba. Ja, és akkor befejezzük ezt a Dragon Priest-es küldetés szállat, jó? Na, úgyhogy legyetek jók, ugye tosó fizet, figyelztetek magatokra és egymásra, én Szói voltam, és akkor a következő részben meg találkozunk, aztán Dragon Priest-ezünk még mindig. No. Akkor sziasztok!